Kemencén vagyunk az Aranytölt panzióban. Azért jöttünk el, mert Andrea egy nagyon súlyos agyi gyulladásos betegségen esett át 8 évvel ezelőtt, és ehhez hasonló tapasztalatot még nem szereztünk a gyógygombákkal kapcsolatban. Viszont Andrea ezt annak idején kipróbálta a betegségére, és egészen meglepő eredményeket produkált. Emlékszik még arra, hogy hogyan kezdődött ez a betegség, milyen tünetek voltak, mit mondtak az orvosok, és, és milyen kezeléseket próbáltak önnél alkalmazni? Igen, hát 2011-ben kezdődött, augusztus közepén, amikor egy ilyen homályos látás, látásom volt, de hát annyira úgy nem foglalkoztam vele, biztos kell majd egy szemüveg. Elmentem szemészetre, ott mindenféle vizsgálatot megcsinálta az orvos, azt mondta, hogy semmilyen elváltozást nem lát, ö, neurológiára kéne elmenni. Zsibbadtam a kis ujjamtól, egész a, a, a bal oldalam, a, a fejem, arcom, nyelvem. Elmentem ugye a neurológiára, ott csináltak egy CT-t, ott sem találtak semmit. Aztán ö, egy emervizsgálatra elküldtek. Ott ö, kimutatta, hogy egy ö, Gyulladásos folyamat van a kis agyba. Hát Ekkor uh, kaptam rá a rengeteg szteroidot. Ugye ez már szeptember 23-án volt, 2011-ben, és uh, 2011-12. hóba, akkor megint voltam egy MR-vizsgálaton, hát még ott túl sok változást még nem mutatott uh, semmi. Aztán uh, 2012 márciusába mentünk egy másik MR-vizsgálatra, de én már februártól elkezdtem szedni a gyógygombákat. És gyakorlatilag három hét alatt annyi változást mutatott az MR-vizsgálat, hogy ugye az orvosok is meglepődtek, hogy... Ez a gyulladásos folyamat, ez a, ta, a talkomtól a talkomptól a halántékomig ért, és azt mondta a neurológus, hogy gyakorlatilag a háromnegyede eltűnt. Miért volt meglepő a neurológusnak? Másra számított? Nem tudták konkrétan, hogy gyakorlatilag mi bajom. Ugye ott volt ez a gyulladás, és ugye nekem akkor azt mondta ez a neurológus, hogy, hogy ugye mivel zárt területen van ugye ez a gyulladás, hogy lehet, hogy lemegy a gyulladás, de a hegesedés az, az ott fog maradni, mert az, az nem tud gyakorlatilag felszívódni. És akkor a hegesedés is elmúlt? És igen, a hegesedés is elmúlt. 2014-ben voltam utoljára MR-vizsgálaton, de ott már nagyon kis mértékben mutatta, hogy ott van valami. De gyulladás már egyáltalán semmi nem volt és milyen fizikai tünetek voltak azon kívül, hogy zsibbadást érzett, látásromlást, De volt valami más problémás, mozgás probléma is? Amikor mentem legelőször az MR vizsgálatra, egyszerűen alig tudtam bemenni, tehát húztam a, bal oldalamat, gyenge voltam, és volt olyan időszak, amikor egyszerűen nem bírtam fölkelni az ágyból, és csak jóformán a szemgolyom mozgott. És mennyi ideig tartott ez az időszak? Hát szerintem egy olyan két hónap körülbelül. Hogy jutott eszébe, hogy a forduljon? Nem nekem jutott eszembe. Ugye én ahogy kórházban voltam, és a párom nyomozott ugye utána, mert hát szeretett volna ugye segíteni, hogy ne ebbe az állapotba legyek. Aztán ő, ő kereste meg, és akkor így, így kezdtem elszedni a gyógygombát. Fél év alatt Úgymond tudtam már rendesen járni, és nem, nem voltam gyakorlatilag már a béna. Kezdtem felépülni, voltak ilyen egyensúlyzavaraim, azok is megszűntek, és minden nap jobban éreztem magam. Nagyon ritkán készítettünk ilyen videodokumentációt a különböző jellegű agysérülések kapcsán a gyógygomba hatását illetően, mert a gyógygombákat elsősorban rákbetegek szokták szedni, és diabetes mellitusban szenvedők, tehát cukorbetegek, de nagyon régóta megfigyeltük azt, egy különösen volt egy régen, régebbi felvétel, egy olyan kisfiú valakinek egy Veszprém környékén egy motor fejére esett egy ilyen tehát menet közben, és nagyon súlyosan megsérült. Tehát pár éves kisgyerekről van szó, és a rehabilitációja nagyon vontatott a halad, nagyon kevés reakciót mutatott, és a gyógygombákat elkezdték használni, és akkor a fejlődése sokkal gyorsabban haladt előre, és a rehabilitációja is sokkal eredményesebb volt, mint előtte. Tehát ismert volt, hogy a gyógygombák képesek ilyen az idegrendszer regenerációjára kismértékben jobban tudták mozgatni a kezüket, akár sztrókosok is a gyógygombák használatával. A gyógygombák a bérrendszeren keresztül is képesek idegrendszeri hatást kifejteni. És nyilván az egyik hatás az az, hogy, hogy szabályozzák az immunrendszer. Tehát a gyulladást csökkentik az egész szervezetben, nem csak az agyban, hanem az egész szervezetben, és az immunsejteket megtanítják megfelelően működni. És ilyen esetekben nem csak influenzánál, hanem akár ebből eredő agyi gyulladásos folyamatoknál is Jelentős jótékony hatással rendelkezhetnek. Valószínűleg olyan összetett gyógyító folyamatokat indítanak be, amik nagyon sok mindenre kihatással vannak. Vannak olyan eseteink is, hogy valakinek nem gyógyultak a sebei a testén, egy műtéti heg nem gyógyult be, és a gyógygombák hatására vagy szedésével párhuzamosan, előtte pedig semmi nem hatott nála gyakorlatilag napok alatt begyógyultak azok a műtéti hegek, amik egyáltalán nem voltak képesek gyógyulásra előtte. Ez összefügg, a gyógyulási folyamatok összefüggenek mind az idegrendszerben, mint a bőröm. Ugyanezt tapasztaljuk a proinzulin c peptiddel kapcsolatban, ami nem gyógygomba, hanem egy emberi peptid, amely gyakorlatilag az inzulinnak rokon peptidje, rokon fehérjére, és az egyik legfontosabb szerepe az, hogy elősegítse a roncsolódott, károsodott szövetek regenerációját az emberi szervezetben, mind a máj tekintetében, mind a vesében, mint a központi idegrendszerben, vagy akár bőrfelületen, hogyha valaki súlyos és sérüléseket szenvedett, vagy pedig nagyon súlyos felületi károsodásokat szenvedett a bőrfelület. És ilyenkor is megfigyelhető a nagyon gyors és hatékony, akár hegesedés nélküli gyógyulási folyamat is a bőrön. És a gyógygombák ugye ezt a bérrendszeren keresztül fejtik ki a hatást, a proinzon c pedig közvetlenül az idegrendszerben, vagy pedig a sérült felületen is alkalmas arra, hogy felerősítse a regenerációs folyamatot. A gyógygombáknak a hatásmechanizmusa és a proinzulin hatás hatásmechanizmusa az kiegészíthetik egymást, hiszen a gyógygombák azokat a jótékony bélbaktériumokat szaporítják az emberi szervezetben, amik szabályozzák az immunrendszer, csökkentik a gyulladásos folyamatokat, csökkentik a az inzulin szintet, növelik az inzulin érzékenységet, és ezzel a szervezet regenerációs készségét is jelentős mértékben fokozzák. Ön már majdnem egy évtizeddel ezelőtt tapasztalta ezt a, úgy gyógygombák regenerációs hatását. Az 9 évvel ezelőtt ez még nem volt azért annyira természetes, hogy, hogy ilyen természetgyógyászati eszközökkel gyakorlatilag ilyen jelentős hatást lehet elérni. Összefügghet azzal, hogy önök szeretik a természeti környezetet itt kemencén, az erdőszélen laknak, hogy inkább elfogadják azokat a népgyógyászati hagyományokat, vagy pedig a természetes eszközöket, amik elősegítik az emberek gyógyulását? Hát inkább mi ezt a természetes gyógymódot választjuk mindenféle téren. Jobban is hiszünk benne. És euh, ugye erre egy példa, hogy amikor euh, a szteroidot ugye fokozatosan már mondta, mondta az orvos, hogy el lehet hagyni, és még nem szettem a, a gyógygombákat, addig egyszerűen nem tudtam elhagyni. Mert amikor abba hagytam, másnap már egyszerűen nem bírtam fölkelni az ágyból, akkor újból be kellett mennünk a kórházba, akkor újból szteroid. És ugye, amikor már folyamatosan szedtem a gyógygombát, akkor már teljesen normálisan el tudtam hagyni. Amikor utolsó nap be szedtem a szteroidot, és másnap semmi bajom nem volt. És ezt mind a gyógygombának köszönhetem, mert gyakorlatilag más gyógyszert nem is szedtem, egyedül ezt kaptam a szteroidot. Onnantól kezdve, hogy én abba hagytam a szteroidot, csak a gyógygombákat szedtem. És a mai napig is szedem. Az orvosok mit mondtak, hogy miről van itt szó, mi, mire, mire, számíthat, mik mi a kilátások? Hát konkrétan először ugye nem mondtak semmit, ugye a vizsgálat, vizsgálat hátán volt. Aztán ugye a páromnak mondták, hogy, hogy ők a szklerózis multiplexre gondolnak, és ezért majd csinálnak egy pár vizsgálatot. Aztán ugye a párom azt mondta ugye az orvosoknak, hogy ez Nekem nem mondják meg. És gyakorlatilag ő, ő adott tanácsot, hogy kéne, kéne csinálni egy agyvízmintát, hogy abból ugye meg, meg tudják állapítani, hogy az -e egyáltalán vagy nem. Megcsinálták. Az ö, negatív lett. Akkor utána jött a Limekor, ugye az is negatív lett, és ö, Ugye elküldtek a László kórházba, ott csináltak immunológiai vizsgálatot, labortól fogva mindent, és akkor abban a pillanatban, amikor megcsinálták ezt a vérvétet, akkor a parainfluenza vírus volt a szervezetemben. Arra következtetek, hogy az influenza vírus okozta ezt az agyi Igen, hogy ez, ez lett a szövődménye ennek a vírusnak. Először azt mondták, hogy ugye ez, ezzel a zsibbadással, ezzel együtt kell élni, mert ugye ezt a vírus okozta, és ezzel együtt kell élnem. Aztán, amikor mondtam, hogy ugye ez megszűnt, már csak jobban ilyen, ilyen bizsergő, égő érzés volt, akkor, akkor azt mondták, hogy akkor azzal is együtt kell élni, és most mondhatom azt, hogy, hogy egyáltalán nincs más se zsibbadás, se bizsergés, semmi. És az biztos, hogy a gyógygombának köszönhetem. Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a tapasztalatait. Szerintem ezekkel a tapasztalatokkal sokkal bátrabban tudunk az illet kívásaival szemben haladni, és kevésbé félünk majd a különböző vírusoktól és a baktériumoktól, amik megtámadhatnak minket. Köszönöm szépen.